Ebben a videóban egy bárki által kipróbálható Red Hat Linux labor fogok bemutatni. A laborgyakorlatot bárki regisztráció nélkül elvégezheti, az elérhetőségét a leírásban megadom. Ez a videó a Linux rendszerek sajátságairól fog szólni. El is kezdem. Megnyitom a Red Hat Developer oldalán a laborgyakorlatot. Tipikus Unix tájszólások, vagy nem is tudom, hogy lehetnék igazából fordítani ezt a címet. Igazából ez egy nagyon bevezető gyakorlat, főleg talán Windows felhasználóknak lehet hasznos, aki ugye látott már Linux rendszert annak. Ez a labor gyakorlatot semmi meglepőt nem fog mutatni. Labor gyakorlatok során meg fogjuk nézni a manoldalaknak a használatát, a tabulátorral, a parancskiegészítést, a hullámvonal speciális jelentőségét a könyvtárrendszerben, hozzáférés a rejtett fájlokhoz, programok futtatása rootként, illetve sudóként, illetve mi a különbség az epoch időnek a, az elmagyarázása vagy bemutatása. hogy röviden ezek a feladatok lesznek ebben a workshopban. Két perc, amíg elkészül ez a workshop, amire legenerálódik a virtuális környezet, addig megállítom a videót, és utána újra fogom indítani a felvételt. Most elkészült a labor környezet, a start gomb megnyomás, megnyomásával be lehet lépni. A dokumentáció Linuxnak elég kiterjedt dokumentációs rendszere van, ennek egyik alapja a MAN. Különböző parancsoknak a, a manuáljait, vagy a leírásait a MAN parancsal lehet megnézni, itt van egy külső hivatkozás, de azt írja, hogy a, a mannak nak a leggyakrabban öt opciója. Alapvetően, hogyha az ember feltelepít egy Linux parancsot, vagy egy Linux programot, akkor általában a csomagnak a része maga a dokumentáció is, például MAN oldalak formájában, többek között. A mannak van egy adatbázisa is, amiben lehet keresni. A DB való arra, hogy legenerálja a, a mannak az adatbázisát, illetve ilyenkor elkészít egy kereshető struktúrát, amiben aztán lehet akár keresni is. Bele lehet itt pontosan menni, hogy MAN oldalaknak, mindjárt mondom, hogy különböző szekciói vannak, de hogyha mondjuk valaki szeretne csak egyszerűen keresni, a mankával tud keresni, ilyenkor rengeteg találatot kapott, ugye most egyszerűen csak a pont, pontra kerestem rá. Ugye a pontnak lehet egy speciális jelentősége, ha mondjuk regexpekről beszél az ember. Ugye itt a 8 szám, meg egyes szám, ez azt jelenti, hogy a, hogy a man oldalaknak vannak különböző szekciói. Általában a, a 8-as az, ami a a usereknek szól, vagy a leírást az egyes az általában valamilyen rendszer, rendszer szintű manoldal, mondjuk, az X-re az ember rá megnézi, akkor ha valaminek lehet többféle manoldala, és akkor itt egyenként kell megadni. Meg lehet adni, hogy, hogy melyik man szekció az, amit az ember beszeretne olvasni. Most itt hirtelen nem találok olyat, amit, aminek több man is tartozhat. Ötös az például a dokumentációknak a, a manoldala szokott lenni. Tehát itt például az UDEV az a 7-es szekcióban van, de a konfiguráció az már az ötös szekcióba. Valaki akar akart, utána tud nézni, hogy pontosan hogyan épülnek fel ezek a manoldalak. Az a lényeg, hogyha ha az ember megnyitja, akkor, akkor, utána ezeket lehet szépen olvasgatni általában. Parancsoltól függően nagyon részletes is tud lenni, vagy borzasztó hosszú is akár egy ilyen manoldal. Én mindig a végére szoktam ugrani, ott vannak például példák, illetve hogy milyen más manoldalakban lehet hasonló témákban tájékozódni. Ez is egy fontos vagy hasznos információ lehet. Ha megnézek egy ilyen manoldalt, ugye ez 8-as szekcióban van, az Create, akkor egy például valószínűleg lesz benne egy fejezet. Példákat lehet látni, hogy gyakorlatban hogyan néz ki ennek a parancsnak a használata vagy a felparaméterezése, ami tényleg hasznos tud lenni, főleg egy ilyen terjengősebb manoldal esetén, ha az ember valami gyors választ szeretne, vagy valami gyors tippet. Ha az f kapcsolót ha használja az ember, akkor nem egyből a manoldalra ugrik, hanem a manoldalnak csak egy, egy rövid összefoglalóját kapja meg az ember, tehát még egyszer mutatom, ha sikerül. Hogyha pedig F nélkül adom ki, akkor pedig megnyílik maga a manoldal, amit aztán szépen lehet ottan olvasgatni. Webben is egyébként lehet a manoldalakat nézegetni, rengeteg weboldalon fent van, fel van másolva, tükrözve, hogy a Linux parancsok keres az ember, és a Google beírja be, akkor ott is hamar meg lehet találni. Így a Linux vizsgán ott, ott nem, nem, lehet az interneten bogarászni. Mondjuk egy Red Hat ott jó, hogyha az ember tisztában van, hogy a manoldalak hogyan épülnek föl, illetve a manoldalakban lévő példákból lehet puskázni idézőjelbe, megengedett segítségvizsgán is persze nem biztos, hogy az az adott manoldal föl van telepítve a gépre, de mondjuk repóból lehet, hogy fel lehet húzni. Mutat egy példát arra, hogy hogyan lehet a, manoldalak között keresni. Ez mindenképpen hasznos lehet, ha mondjuk a koronidére kíváncsi az ember, akkor így lehet például rákeresni, ilyenkor ténylegesen végig is nyál az a, a mannak az adatbázisát, vagy nem a mannak az adatbázisát, hanem az adott manoldalakat. Ezek általában olyan tömörített fájlok, de igaz a MAN előtét programmal lehet olvasni, de egyébként ezek szövegfájlok, tehát ha valaki szövegfájként akarja olvasni őket, akkor úgyis lehetősége van rá. Ki megcsinálja ezt a workshopot, vagy megnyitja saját magának, annak javaslom, hogy olvassa el ezeket a leírásokat, ami ide van írva. Érdemes belemélyedni, hogyha ha valaki például Linuxból vizsgázni szeretne, akkor a, dokumentáció az mindenképp egy nagy segítség tud lenni. Következő feje, ez fejezet, ez a hullámvonal, vagy tilde, tide könyvtár, speciális jelentősége van, gyakorlatilag ez a home könyvtárnak a megfelelője, tehát, hogyha mondjuk ilyet lát az ember akár a bash prompt az akkor azt jelenti, hogy saját home könyvtárában van az ember. Tehát persze mi a home könyvtára, azt minden usernél más, ugye a sima userek általában a home könyvtár alatt van egy user névvel létrehozott könyvtár, és ott van maga a usernek a home könyvtára rútnál általában a per rút könyvtárban van a rút vagy a root user home könyvtára definiálva. Ugye bárhova el kalandozik az ember a rendszeren, akkor utána újra kiadva ezt a tilde könyvtárat, akkor a hullámvonal jellel, akkor, akkor utána vissza fog lépni a saját könyvtárába. Ami még így a CD parancsnál, de minden nem a hullámvonalhoz kapcsolódik, esetleg érdemes megegyezni itt a, a, vonalat. Ez nem a hullámvonal, hanem vonal, remélem, hogy jól látszik az az előző könyvtárra ugrik vissza. Tehát itt a varlog volt az előző könyvtár, és uh, oda ugrik vissza, hogyha megy megint, akkor itt a home könyvtárra ugrik vissza, de nem azért, mert a vonal a home könyvtárra ugrik vissza, hanem azért, mert a home könyvtár volt az előzőleg megnyitott könyvtár. Nem csak CD-nél lehet ezt hullámvonalat felhasználni, hanem mindenféle más parancsnál is, ugye basba széles körűen, tehát mondjuk egy LS parancs is képes erre, tehát amikor a root könyvtárban volt egy ilyen direktorink, ami OpenScape Data nevet viselte, akkor ki lehet listázni, hogy mi van az OpenScape data Úgyhogy ez, ez az, amit itt újra és újra cizellál. Ha átlép az ember súval egy másik userbe, azt ugye a sú az a set usernek a rövidítése, hogy nyilván ennek is van manoldala, meg lehet nézni. Úgy lehet átlépni másik userbe, hogy megadja az ember a, ezt a parancsot, hogy SU, és megadja a user nevet. És hogyha megadja hozzá az ember a vonalat is, akkor egyből a home könyvtárába fog ugrani annak a usernek, tehát ha most a rehel user beátsúzok még hozzá vonallal, akkor elvileg a rehel usernek a home könyvtárába érkezem, mert hát itt már a, promptból ezt lehet is látni, de hogyha az ember ráellenőriz a PVD-vel, az a jelenlegi könyvtárnak a kiíratására szolgál, akkor látható, hogy a home rehel könyvtárba vagyok, és hogyha most megnézném mondjuk az LTC passzvédébe, hogy a Rehel usernek mi a Home könyvtára. Biztos vagyok benne, hogy a Home Rehel az, ami meg van neki adva itt, nem pedig valamilyen teljesen másik könyvtár. Ettől függetlenül lehetne másik könyvtárban a Home könyvtára, hogyha mondjuk más lenne itt megadva, vagy ha mondjuk egy NFS, vagy egy Samba, vagy egy, vagy ha eldob, vagy egy Samba autentikálás lenne, akkor lehet, hogy, lehet, hogy máshol lenne neki a a home könyvtára egyébként ezt is lehet definiálni, hogy, hogy mondjuk a LTC Paszvédéhez képest milyen hierarchiába állítsa be a usereknek a paramétereit, hogyha boldául a helyileg is megvan egy user, illetve mondjuk eldabban is, hogyha konfiguráltunk, konfiguráljuk a gépet eldab kliensként. Na de nem akarok így ennyire belebonyolódni, hanem ez egy egyszerű feladat volt, igazából szerintem elmondtam róla azt, amit, amit a leírásban van. Következő feladat, ki is lépek itt a rehajúzárbeli logóta, lehet kilépni, vagy a, vagy a Ctrl D-vel. Közben ez, ez a feladat a rejtett fájlokról fog szólni. A rejtett fájlok itt vissza is lépett rúdba. A rejtett fájlok esetén itt azért elmondanám, hogy ez nem egy biztonsági beállítása a Linuxban sem, a rejtett fájlok, mint ahogy a Windowsban sem. Tehát a rejtett fájlok nincsenek titkosítva, vagy nem tudom én különösebben tényleg eltüntetve. Mindössze a rejtett fájlok azok tényleg arról szólnak, hogy azok a fájlok, -ok, amik esetleg a mindennapi adminisztrációs feladatok során zavaró lehet esetleg az, hogy a user állandóan vagy a felhasználó állandóan találkozik velük, akkor így el lehet őket rejtegetni előlük, de nyilván a grafikus felületen lévő fájl is, vagy fájl kezelő programokat is be lehet úgy állítani, ugyanúgy, ahogy Windows alatt, hogy a rejtett fájlok -ok azok mutatásra kerüljenek, de alapvetően egy LS parancs az nem fogja mutatni a rejtett fájlokat. A lejtett fájlokat akkor fogja mutatni, hogyha az A opcióval lesz kiadva az LS parancs, ilyenkor ez az o a rövidítése, megjelennek azok a fájlok -ok is, amik ponttal kezdődnek. Na most a ponttal kezdődő fájlok -ok azok így érdekesek lehetnek, mert itt látni olyat, hogy egy pont meg két pont, az egy pont az a saját könyvtár, és az a kettő pont az pedig, a, pedig az egyel fölötte lévő könyvtárnak a jele, tehát ez igazából nem, nem rejtett fájl, hanem a, a saját könyvtárat, illetve az egy, egyel fölötte lévő könyvtárat jelöli. Ugye nem csak nével vannak azonosítva a Linuxban a fájlok, -ok, hanem általában olyan fájlrendszereket használunk, ahol inode például azonosítva vannak a fájlok, -ok, és akkor a kezdő inode vagy az az inode amivel azonosítva van a fájl, ez például az LSI-vel lehet megjeleníteni, és akkor látható, hogy igazából a, ugyanolyan inode vannak a rejtett fájloknak is, mint a, mint a nem nem rejtetteknek is. Tehát ilyen szempontból nincsen köztük különbség. Bármikor lehet természetesen ilyen ponttal kezdődő könyvtárat létrehozni, hogyha az ember ponttal kezdődik a neve, akkor, akkor rejtett fáj lesz, és akkor nem, nem fogja látni LS parancsa, viszont LS, LS, LS A-val viszont uh, látni fogja. Tehát akkor meg, meg fogja tudni jeleníteni. át átmegyek a következő feladatra sudóval, program futtatása rútként, vagy sudóval. Ugye gyakran előfordulhat, hogy bizonyos programot futtatni kell sima felhasználóként is, például rútjogos útsággal. mindennapi feladatok során ez gyakran előfordul. tipikus best practice, hogy távolról nem jelentkezünk be rútként egy gépre, hanem valamilyen más felhasználóként, és onnan a jogosultság emelése vagy privilege escalation-nál lépünk tovább és úgy, úgy végezzük el a, a mindennapi feladatokat, amik a rootként el kell végezni. Alapbeállításként a bash prompt úgy van beállítva, hogy a rootként egy kettős kereszt jelenik meg, sima felhasználóként pedig dollár jel. Best is át lehet konfigurálni, szóval ez így nincs kőbevésve, de alapvetően egy sima Linux rendszerekben általában ez így van, nem csak Red hanem egyéb rendszereknél is és akkor itt látható, hogy a Rehely user átléptünk, ugye ez előbb itt volt a példában, hogy egyből belép a home könyvtárába is, és kettős kereszt átváltozott sima dollár jellé is. És ilyenkor már nem fér hozzá a sima user azokhoz a fájlokhoz, amikhez csak a root fér hozzá. Hát ilyen például a shadow file, ami, ami a jelszavakat tartalmazza ugyan hash -elve. Csak mutatom. Ugye még a rútnak sincsen jogosultsága egy papírforma szerint, de természetesen a rút az mindent el tud olvasni, ahol azt is, amihez egyébként, amiről le vannak véve a jogai. De nyilván, hogyha most ezt kiketelem, megpróbálom sima rehel userként kiketelni, akkor nem fog sikerülni. Viszont, hogyha mondjuk sudó jogosultsága van a rehel akkor lehet, hogy sikerülni fog neki, hogyha sudóval fel tudja emelni a jogosultságát rútig. És lám-lám sikerült neki, ez miért sikerülhetett? Ugye alapból nincsen azért joga a usereknek, tehát hogyha én most megnézem, hogy a real user az a minek a tagja, milyen csoportoknak, akkor itt látszik, hogy például a Will Groupnak tagja lett. Alapból azért a userek nem lesznek a Will Groupnak tagja, és a Will Group, hogyha megnézzen az ember a sudoers file akkor ez egy kitüntetett csoport a legtöbb Linux rendszeren, meg se tudom nyitni, mondjuk sudoval, akkor itt látható, hogy a Will Group speciális jogosultsága van, tehát a Will a tagjai azok mindenhez hozzá fognak tudni férni még hozzá a jelszó megadása nélkül. Meg lehet emlékezni, hogy itt a sudo például a százalék van, akkor ez csoportot jelent, nem pedig a simán user. Jó, hát most ebben nem akarok így belemenni, de ezért sikerült megnéznie a Rehel usernek sudóval a LTC Shadow Fight, ami hol a jelszavak vannak hesselve. Ugye itt látszik, hogy nincsenek is igazából jelszavak nagyon beállítva a rendszerhez, mert most itt ebben az esetben nem, nem történt semmilyen titkos dolognak a megismerése. Tehát a rút vagy nem tud távolról belépni, vagy ha be tud lépni, akkor kulcsa van autentikálva, nem pedig userrel, vagy nem pedig jelszóval. Abban az esetben nem tud valaki átsúzni egy másik userbe, akkor hibaüzenetet fog kapni, illetve általában a logokba is bekerül. Következő lépés az a, vagy következő feladat az Epoch idő, vagy Unix időnek is mondják magyarul. Ez az egész koncepció az arra épül, hogy ez a Unix idő azt mutatja, hogy 1970. január 1-e nulla óra óta eltelt idő másodpercbe számol. És alapvetően a Linux, illetve a Unix rendszerek így mérik az időt a saját belső kis lelki világukban. Ez okozhat egy olyan problémát, hogy ilyen 2035 környékén el fog fogyni esetleg a Unix idő, úgyhogy ez egy ilyen speciális Y2K problémát fog okozni. Meglátjuk, hogy, hogy mi lesz akkor. Biztos, hogy előrevetítem, hogy lesz, lesz belőle némi izgalom. Ha a dét parancsa meg lehet nézni, hogy a rendszer mit tud magáról, hogy ennyi az idő. Ugye van egy, egy időzóna, ez az EST, ez a keleti parti időt jelenti. Különböző paraméterekkel meg lehet nézni a, az időt, meg az a dét parancs, ez sok mindent tud. Át lehet konvertálni például emberileg olvasható időt is, Unix idővé, tehát ez azt jelenti, hogy ez 2014. december 12. 20 óra 00, az Unix időben ez ennyit jelöl, és visszafelé is lehet konvertálni. Például ugye ugyanez a szám visszakonvertálva emberi legolvasva ezt az időt, ezt a dátumot jelenti. Most különös jelentősége van, például a Shell Linux logokban Unix idő szerint van, vannak eltárolva az események, több más logban is előfordulhat, illetve a rendszer maga tényleg a belső idejét e szerint méri. Ugye az időzónától is nagyjából független, meg nagyjából független a, a lipszeköndöktől, különböző ilyen korrekciós időktől, Ugye ezért ez egy viszonylag jól bevált, elterjedt módszer. Meglátjuk, hogy, hogy mi lesz majd a Unix vagy a Linuxos Y2K probléma, hogyha bekövetkezik. Megnyitottam a Wikipédia oldalát, ez a 2038 problém néven elérhető, lehet, hogy magyarul is van, magyarul is meg lehet nézni. Ekkor fog elfogyni a Unix idő, ugye a 32 biten van ábrázolva ez a, ezek az eltelt másodpercek, Hát kíváncsi leszek, hogy mi lesz akkor. Még azért várni kell egy kis időt, mire, mire ez bekövetkezik, de előre borítékolom, hogy rengeteg-rengeteg izgalom lesz majd ezzel kapcsolatban. Lehet, hogy addigra ez a videó nem lesz elérhető, de én még nem leszek nyugdíjas, úgyhogy gyanítom, hogy foglalkoznom kell majd ezzel a témával. Hogy ez a videó ennyi lett volna mára. Örülök, hogyha ha végignézted. Még jobban örülök, hogyha ha be tudsz lépni, és ki tudod ezeket a feladatokat próbálgatni mindenképpen bíztatnálak is erre, ekkor fogod tudni begyakorolni, ekkor fogod tudni elsajátítani igazából a, a dolgokat, az, hogy elolvasod egy könyvet vagy, vagy megnézel egy videót, attól nem fogod megtanulni, egészen biztos vagyok benne. Úgyhogy remélem, hogy tetszett ez a videó, és hát remélem, hogy fogunk majd még találkozni hasonló videóban. Jó tanulást, jó gyakorlást! Sziasztok!